amely egy nagy terjedelmű, nagy jelentőségű törvény, megérdemelt volna annyit, hogy a kormány többség nem ér vissza a kétharmados parlamenti felhatalmazással, nem a hátsó ajtón át próbál becsempészni egy ilyen törvényt, hanem megadja ennek a megfelelő jogi keretet, és biztosítja az ellenzék számára a vita, az egyeztetés lehetőségét. Különösen zavarónak tartom egyébként én is azt, hogy sem elnök úr nem vesz részt ebben a vitában, sem pedig a törvényjavaslat készítőit, akiről nem is tudjuk, hogy kicsodák, nem tudjuk itt megszólaltatni, nem tudjuk kikérni a véleményüket, hogy egyes részek miért így vagy miért úgy történtek, hát ez számomra bizony nagy csalódást okoz, éppen ezért egyébként nem is nyújtunk be módosítójavaslatot hozzá, vagy nem is nyújtottunk be módosítójavaslatot hozzá a gazdasági bizottságnál, annyira rossz, hogy nem érdemes módosítgatni, vissza kéne vonni az egészet és újra tárgyalni. Itt voltak ezek a kifejezések benne, amelyek sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a tavalyi évi beszámolót is jellemezték hasonló szakszerűtlenségek, mint például a nemzeti vagyon. Tehát úgy leírni az állami számvevőszékről szóló törvényt, hogy valaki nincs tisztában a nemzeti vagyon jelentésével, és gyakorlatilag egy pontos jogi definíció követésére és megértésére is képtelen, és ennek birtokában, egy ilyen tudás birtokában próbál törvényjavaslatot alkotni, hát ez bizony több, mint aggályos, uraim. Hiányoltam én a tavalyi év beszámolójából azt, hogy miközben 0,4 és 0,5% közé várták előzetes várakozások szerint a költségvetési szektor hiányát, ehhez képest teljesült 0,9%, amit gyakorlatilag idén tudott meg az állam. Na persze ezt már az év végén sejteni lehetett, hogy egy jelentős túllépés valósul meg, jelentős hiány túllépés valósul meg az önkormányzati szektorban, de az azért több, mint döbbenetes, hogy miközben az önkormányzati szektor kétszer akkora hiányt produkál, mint amekkora előzetesen tervezett volt, az állami számvevőszék valamiért nem is jegyzi meg ezt hiányosságként, nem is tesz javaslatot arra, hogy az államháztartás információs rendszerét átalakítsák, ugyanis hogyha megfelelő időben jutott volna a kormányzat tudomására az, hogy az önkormányzatok részéről ilyen jelentős költségvetési túllépés valósul meg, hogy kétszer akkora lesz a hiány, akkor talán lehetett volna időben tenni valamit. Így azonban mi történt? Miközben Orbán Viktor miniszterelnök úr önfeledten ünnepelt és kijelentette, hogy tartotta a 3,8%-os GDP arányos hiánycélt Magyarország, kénytelen volt röviddel később beismerni és visszavonni a nemzetközi közvélemény a befektetők előtt is a saját szavát, beismerni azt, hogy hát ez bizony mégsem sikerült, lett helyette 4,2%. Én úgy gondolom, hogy a hasonló esetek megelőzésének érdekében át kellett volna tekintenie az állami számvevőszéknek ezeket a területeket. Önök foglalkoznak ezzel több száz munkatársal, megfelelő javaslattal kellett volna a kormány felé fordulni, vagy egy olyan szakmai anyagot elkészíteni, amit az országgyűlés megtárgyal, megfelelő szakmai javaslataival kiegészít, és ilyen módon ezek a rendkívül kellemetlen, a magyar gazdaságpolitika hitelességét veszélyeztető fejlemények a jövőben megelőzhetőek lennének. Nagyon hiányolom az ilyen lépéseket. Ugyanúgy hiányolom a költség-haszonelemzést, amit Nyikos képviselő társam már szóvá tett. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy például amikor itt a gazdasági versenyhivatalról szóló törvényt tárgyaltuk, tudni lehetett, hogy 1,2 milliárd forint körülbelül az az összeg, amit a hivatalnak a fenntartására az adófizetők pénzéből fordítanak, közvetlenül csak a kartel és egyéb bírságokból 7,2 milliárd forint folyik be a költségvetéshez, tehát ki lehet alakítani egy olyan arányszámot, amelyet egyébként a versenyszektorban mindenhol preferálnak, azért, hogy lássa azt az adott szervezet gazdája, ebben az esetben maga a magyar nép, aki az állami pénzek mögött áll, hogy a szervezet milyen hatékonysággal végzi a tevékenységét, mennyire jövedelmező, mennyire megtérülő befektetés a szervezetet fenntartani, támogatni, milyen közvetett és közvetlen hatásai vannak a működésének. Én abba az irányba tennék javaslatot, hogy a lengyel számvevőszék példájára Magyarországon is törekedni kellene legalább rá, hogy ez kimutatható legyen, és ilyen módon az adófizetőket lehet szembesíteni azzal, hogy az állami számvevőszék mindannyiunk üdvére milyen kiadások, milyen bevételek mellett végzi a tevékenységét. Megdöbbentőnek találtam azt, hogy miközben ugye az ÁSZ elnökének döntése alapján megvalósuló ellenőrzések az ÁSZ 2010 év végéig
érvényes stratégiájához illeszkedően három súlypont köré csoportosulnak. Ezek az uniós források igénybevétele és célszerű hasznosítása, az állami fejlesztési források védelme, illetve az állami feladatok hatékony és eredményes ellátása. Ehhez képest én rendkívül hiányoltam azt, hogy a gazdaságfejlesztési célú kiadások utólagos monitoringjára nem tett konkrét javaslatot az állami számvevőszék, megjegyezte hiányosságként egyes ilyen formai hiányosságokat, de alapvetően a struktúrán nem próbált változtatni, ennek a hibáit nem tárta lényegbe menően fel, és nem végzett egy olyan költséghaszon elemzést egyetlen esetben sem, amely rámutat arra, hogy például a visszanemtérítendő támogatások, amelyeket az állami hivatalrendszeren keresztül különböző gazdasági szervezetek érvezhetnek, milyen módon hasznosulnak. Holott most csak emlékezzünk az elmúlt néhány nap fejleményeire, a napokban például 25 milliárd forintot kapott az Audi adókedvezmény formájába, ugyanezek az adományok jellemezték a tavalyi évet, amelyet jó részt a multinacionális szektor élvezett. Én hiányolom azt, hogy az állami számvevőszék nem próbálta kimutatni azt, hogy akár a külkereskedelmi egyenlegre, akár a foglalkoztatásra, akár pedig az adóbevételekre ezek a kiadások milyen hatással vannak. Én magam a versenyszektorból érkeztem, hát azt kell, hogy mondjam, ott fővesztéssel és állásvesztéssel járó súlyos hibának minősítenék, hogyha valaki oly módon osztogatná a vállalat pénzét, hogy nem próbálja mérni ennek a hasznosulását, nem próbál megfelelő mutatószámokat találni, amellyel igazolhatja a döntéseit, ex post várakozásokat nem próbál fölállítani ennek alapját. Egyszerűen nem értjük, hogy erre miért nem terjed ki az állami számvevőszék figyelme. Külön ki szeretnék térni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tevékenységére, ugyanis ennek is nagyon röviden és gyakorlatilag a formai megfelelés követelményeinek eleget téve vizsgálta csupán az állami számvevőszék, nem ment bele a funkcionális feladatellátás hatékonyságába, nem vizsgálta ténylegesen azokat a lépéseket, amelyeket kellett volna. Csak hogy egy konkrét példát említsek. A PD konzorcium a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél, ez egy ügyvédi irodák által alkotott konzorcium, tavaly 2 milliárd forintot nyert el közbeszerzésen, 16-17 ezer forintos óradíjért 2 milliárd forintot magyar ügyvédi irodáknak szervezett ki a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, és ráadásul ezt oly módon tette, hogy az egyik ügyvédi irodának a tulajdonosa, annak a cégnek volt korábban a tulajdonosa, ahonnan a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnök helyettese, végrehajtási elnök helyettese érkezett. Ugye a Pacsika ügyvédi iroda, Pacsika István ügyvéd úr tulajdonlása alatt volt az, amely 2006. decemberre és 2008. januárja között tulajdonolta Pacsika úr ezt az ügyvédi irodát. Homolya Róbert úr pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség végrehajtási elnök helyettese, ugyanennek a cégnek volt az egyik tulajdonosa, üzlettársak voltak az urak. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nem vizsgálta azt, hogy ez a potom 2 milliárd forintos összeg. Csak emlékeztetni szeretnék, 1,5 milliárdot szán a kormány a devizehitelesek megmentésére. Ehhez képest 2 milliárd forint kihusson az ablakon 16-17 ezer forintos óránkénti tanácsadói díjak formájában ügyvédi irodákhoz, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek pedig ezeknek az eseteknek egész sorához semmilyen hozzáfűzni valója nem volt a tavalyi évet illetően. Annyit nem mondtak, hogy hát érdemes lenne esetleg átgondolni azt, hogy talán az államnak is megérné foglalkoztatni olyan felkészültségű jogászokat, akik megfelelő hatékonysággal el tudják látni ezeket a feladatokat, és nem kiszervez 2 milliárd forintért a magánszférába ilyen feladatot, hiszen ez a profiljába illeszkedő és a fő tevékenységébe vágó feladat. Hát ez egy olyan kérdés, ami egy rosszul sikerült outsourcingot takar. Én nagyon csodálkozom azon, hogy éppen egy gazdasági ellenőrzéssel foglalkozó szervezet a hasonló esetekre egyáltalán nem mutat rá, nem tesz arra javaslatot, hogy hogyan lehetne ezt a gyakorlatot megváltoztatni, milyen módon lehetne erről a pályáról letérni, mert azt láttuk, hogy ugyanúgy elfolyik az önök kormányzása alatt is a költségvetési pénz ezeken a csatornákon keresztül, mint a szocialisták előző 8 évi kormányzása alatt.
Különösen fontosnak találtam volna, tekintettel az erre szánt több száz milliárd forintra, hogyha az állami számvevőszék külön vizsgálja az útépítési és karbantartási beruházásokat, illetve ezek hasznosulását. Többször is több szakértőtől, nem csak politikusoktól, szakértőktől is elhangzott az, hogy Magyarországon kétszer-háromszor annyiért épülnek az autópályák, közutak, mint egy országgal odébb, lényegesen kedvezőtlenebb földrajzi feltételek mellett, Horvátországban például a hegyekbe vágják az autópályákat. Ehhez képest nem vizsgálja az állami számvevőszék azt, hogy ezek a nagyon sokszor több mint érdekes módon elnyert közbeszerzések, amelyeket erőforrásnyújtó vállalkozásként azok a cégek nyernek el, amelyeket korábban már kizártak a közbeszerzésből, például kartellezés miatt, nem próbálja átláthatóbbá tenni az állami számvevőszék ezt a közbeszerzési eljárást, nem próbál ennek a több százmilliárd forintos pénzkiáramlásnak a végére járni, nem próbálja meg monitorozni a tevékenységet, nem próbálja meg azokat az alapvető súlyos hibákat, amelyek az útépítések és karbantartások ügyét Magyarországon jellemzik, monitorozni, nem próbál meg javaslatokat tenni, holott egyébként ez lenne a dolga, az állami pénzek felügyelete. Ki szeretném emelni külön a Malév kérdését, amit megint csak méltatlanul kis terjedelemben említett meg a beszámoló. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a Gazdasági Bizottság első ülésén még a tavalyi ülésszak alatt Oszkó Péter pénzügyminiszter úr volt a vendég, kiemeltük akkor a pénzügyminiszter úr beszámolójából azt a momentumot, hogy 32 millió eurós viszontgaranciát nyújtott, megjegyzem egyébként a tőkevédelmi szabályok súlyos megsértésével az orosz Vnyesekonom bank részére a Malév. A társaságba azóta közpénzek 10 milliárdjai áramolnak, ehhez képest az állami számvevőszék csupán annyit jegyzett meg, hogy hát ez a pénzáramlás, ez gyakorlatilag a társaság veszteségeinek finanszírozását szolgálja, de nem szolgálja az európai követelményeknek való megfelelést. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen helyzetben, amikor adófizetők 10 milliárdokat öntenek be az állami szervezetrendszeren keresztül egy magánvállalkozásba, ez több, mint kevés. Több, mint kevés, hogyha arra gondolunk, hogy mekkora pénznyelő a Malév. Én azt gondolom, hogy nem csak a veszteséges gazdálkodás finanszírozására, hanem az egyéb pénzügyi anomáliákra is illett volna rávilágítani, így például a tőkevédelmi szabályok súlyos megsértésére is. Röviden, ennyi lenne, későbbiek folyamán folytatom. Köszönöm szépen, elnök úr! Következik. Előre bejelentett felszólalóként Babák Mihály képviselő úr. Ahogy a jelzést kaptam, hogyha a hív. Milyen tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Én úgy gondolom, hogy minden összefüggés, egy napirend kapcsán sok minden előkerül, de hát az élet már csak ilyen. Igyekeznünk kell ténylegesen arról tárgyalnunk, amely a napirenden van, de óhatatlan, és magam is elkövetem azt a hibát, hogy néha az összefüggések kapcsán sok minden mást is megemlítek, ami nem szorosan a napirendhez tartozik. Most is engedjenek meg egy megjegyzést, már csak azért is, mert apám azt mondta, fiam, az intelligencia ott kezdődik, mikor az ember tisztába jön azzal, hogy istentelen nagy a világ ismert anyaga, és nem tudsz mindent megismerni, és az meg végképp az intelligencia része, amikor rájössz arra, hogy sok mindent nem tudsz, fiam. Mondta el nagyám, hogy a jó pap is holtig tanul, és mégis úgy hal meg, hogy buta lesz, vagy buta volt. És akkor szeretném még egy másik dolgot elmondani, mert manapság azért sokszor kételkedünk és aggályoskodunk. Ez is természetes dolog. De azért kételkednünk kell abban, hogy magunknál hordjuk a bölcsek kövét, és most aki magára veszi, nem. Jó szándékkal, ha mondunk dolgokat, azért tudnunk kell, hogy nem biztos, hogy nálunk van a bölcsek köve. Én biztos vagyok magamban, hogy nem így vagyok a kérdéssel, bár mindig keresem a bölcsek kövét. Milyen tisztelt hölgyeim és olyan tisztelt képviselőtársaim, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lesz az a változás, amelyet a első számos alkalmatos törvény pontosan napirenden lévő számvevőszék munkák segítése érdekében generálisan és sommásan igyekszik az új törvényjavaslatban az első alkalmatos törvényben megfogalmazni. De szeretném itt az eltévedések kapcsán a véleményet megosztani önökkel, hogy hogyan látom én azt, és ebben már korábban szóltam is, hogy miért fontos a közpénzügyek ellenőrzése. Elmondtam azt, hogy nyilvánvalóan mai galibáink, nyomorunk okát abban látom első számokként,
hogy a közpénzek nem átláthatók és nem ellenőrizhetők, és nem is voltak teljes terjedelemben ellenőrizve. Ez nagy hiba, mert ha valahol valamit nem ellenőriznek, azért néha elszemtelenedik a világ, és gelereket kapnak a jó szándékok is. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy az ellenőrzésnél mindig kell eredménynek lenni, vagy jó, vagy rossz valami. És ha hiba van, akkor a hiba, idézőjelben hiba, az lehet gyakorlati hiba, lehet konkrét törvénysértés, lehet konkrét jogszabálysértés, sőt, mint lehet bűncselekmény is az eredménye, hogy megállapítják. Nagyobbik baj az, amikor valaki vétlenségből követel hibát, mert ez butaság, sőt, ha hanyagságból és srendiásságból követel állami pénzekkel kapcsolatban hibát, ez nagyon súlyos bűn. És előfordul, amikor az ember nem hozzáértőként csinál valamit, vagy csinálnak az állami közpénzekkel, és akkor követnek el hibát. Ez mind pótolható ismerete és tudással. Egy dolog, amikor a hibát úgy követik el, hogy szándékosan követik el. Az eredendő bűn. Márpedig ebben az országban a közpénzügyekkel szándékosan bűnöket követtek el. És erre még sokra nem derült fény, és mindenki türelmetlen az országban, hogy minél hamarabb derüljön rájuk fény, többek között autópályák, sok egyéb más MOL részvények, angliai adásra, meg mondhatnám itt a Hordágy Ágneses történeteket is, meg kellene vizsgálni. Ott is kellett volna a költség-haszon elemzést alkalmazni. Szóval a szándékosság. Hölgyek, urak, az életben, és ezt jó tudni, hogy nem mindenki tisztességes, és hibát közpénzekkel is szándékosan is elkövet. Meg kell büntetni. Akkor, hogyha ellenőriztük, ha rájöttünk a hibájára, akkor meg kell büntetni. A szándékos károkozásnál semmi sincs nagyobb bűn. A függetlenség kérdéskört is szóba hozom, mert sokszor emlegetnek különböző parlamenthez tartozó, Montesquieu alapján független szerveteket. Szóval úgy gondolom az állami számvőszék esetében és a mostani jelentésében is. A függetlensége nem totális. Senkinek sincs ebben az országban totális függetlenség, a számvőszék sem független a tisztességtől, az átláthatóság szabályoktól, a szakmai szabályoktól, a törvényektől, és egy érdekes dolgot mondok, lehet, hogy meghökkentő, a parlament igényeitől. Ugyanis a parlament intézménye, a parlament legfőbb ellenőrző szerve, és a parlamentnek lehetnek kérései, megfogalmazhatja, de kérem azt, hogy ne utólag, hanem tegyük meg. És akkor most Nyikos képviselőtársam reflexiójára szeretnék reagálni magam is, hogy szóval, kedves elnök úr, Nyikos elnök úr, ön a számvőszéki bizottság elnöke. Önön is múlik az, hogy az a törvény, amit ön nem szeret, nem támogat, az a számvőszék, amely munkájával kapcsolatban rengeteg kritikája van, hogyan fog működni az elkövetkezendőkben. Mindaddig még ön az elnöke. Önön is rengeteg múlik. És alkalom abban, tudnik az ország érdeke, hogy tegyen meg ön is mindent, mint elnök, és én számítok a tapasztalatára, hogy a közpénzügyek ellenőrzése a legfontosabb kérdés legyen, és abban tisztenkedjünk. És kérjük a számvőszék segítségét is. A törvényjavaslatával kapcsolatban, elnök úr, lehet erről értszeődni. Nézze, én nagy tisztelete elfogadom, hogy önnek van ilyen javaslata, de azt is önnek el kell fogadni, ez nem kötelező számomra. Azt is el kell fogadni, hogy önnek van véleménye a beterjesztés formájáról, amely nem törvénysértő. Lehet erről sok mindent beszélni, de Rogán Antalt is lehet blamálni, cikizni, de erre szinte én nem megyek most le. Én úgy gondolom, hogy tisztességes szándék, hogy a számvőszéki törvény jövőre több lehetőséget ad, nem jövőre, azt követőjében, mert ugye erre az évre nem vonatkozik majd a törvény, majd a jövőre, jobb számvőszéki jelentéseket, még tökéletesebbeket, és még a parlament igényei szerint még értékelhetőbb, mert most sem az, értékelhetőbb jelentéseket tegyen az asztalunkra. És akkor következik az, hogy amikor kapunk jelentést tőlük, és megjelenik a honlapjukon is, akkor használjuk-e? Milyen tisztelt hölgyeim és uraim? Itt szólítom fel az egész ország, minden közigazgatásban, állami igazgatásban, igazságszolgáltásban résztvevőit, hogy aki tudomást szerez arról, hogy a számvőszéknek milyen jelentése van, és cselekednie kell, tegye a dolgát. Tegye az ügyészség, és tegye a többi szerv is, és a bűnöző szerv. Ugyanaz a vélekedésem, hogy lehet ezt a jelentést nem szeretni, de nézzék, eltelt egy év. A parlament nem elsőként intézkedett a számvőszék feltételek rendezésére,
ez majd most kerül sorra, de tette a dolgát, hisz van elnöke, van alelnöke, megtett mindent, ami most hirtelen és gyorsan szükséges volt. Ezt nevezhető kapkodásnak, de úgy gondolom, hogy a legfontosabbakat cselekedte meg a parlament, amikor a vezetéséről gondoskodott. Fej nélküli szervezet volt, milyen tisztelt hölgyeim és uraim. Egyeztetés a törvényt javasolta, Volner úr megjegyezte. Én úgy gondolom, hogy igen, én a demokráciának ezt a fórumát tartom. És ez nem mutyi, hogy egy jelentés vagy egy törvény bekerül a tisztelt ház elé. Hölgyek, itt vitatkozzunk róla. Miért kezdtem lepacsizni mindenféle alkukkal? Hát lehet ezt menet közben is tenni, hogy jó javaslatokat elfogadunk egymástól. De én azt látom, hogy ex-katedra elutasítják a törvénytervezetet, mármint a számvőszékkel kapcsolatos törvénytervezetet, holott tényleg szükségünk van, és mindenkinek, ha igazi magyar, hogy jó törvényt hozzunk, végrehajtható törvényt hozzunk. Épp ezért ismételt emlegettem Volner képviselőtársam tapasztalatait, és Nyikos úr, elnök úr több éves évtizedes tapasztalatát. Alázattal kérem, hogy tiszteljék meg a törvényjavaslatot a módosító indítványaikkal, és meglátjuk majd, hogy el tudjuk egymásnak fogadni, és el tudjuk adni. Nyilvánvaló, hogy a szocialisták is mondtak olyasmit, hogy nem sikerült elnököt és alelnököt választani. Hölgyek urak, miért nem tették? Ez volt a kormányzati felelősségük. Aztán hagy utaljuk még arra is egy kicsit, hogyha Bodvai úr az ázt dicséri, az nekem gyanús. Szóval azért ne dicsérje, a volt kormánypárt, különösen a szocialisták nem, mert szeretném elmondani, hogy ha valaki valami dicsér, az nem mentesíti a személyes felelősségre vonástól, senkit sem mentesíti, és most nem személyeskedek, hogyha hibát találnak az elmúlt időszakban is. Tudnék, ugye az elnőzések mi a sajátossága? Ritkán vizsgálja az aktualitást, mindig visszamenőleg dolgozik, tapasztalatokat ad a kezünk alá, hisz megtörtént pénz- és gazdasági eseményeket ellenőriz, annak a szabályszerűségét. Néha persze preventív módon is vannak megjegyzései, sőt, mint több vannak aktuális ügyekben is vizsgálatai, de többségében mindig a múltat vizsgálják. Úgyhogy hajrá, múltat vizsgálni. És rendet tenni ebbe a dolgba, mert aki felírta, az kapja meg a méltó büntetését. Én úgy gondolom, hogy át kéne értékelni ezt a véleményt, és úgy gondolom, hogy a költség-haszon elmélet is nagyon fontos, de szóval úgy gondolom, hogy nem reális jelenlegi állapotában és a jelenlegi törvény minősége mellett az állami számvevőszéktől egy adott jelentésben költség-haszon jellemzést kérni, de nem rossz az irány. Lehetségesen meg lehet tenni, kérdés, hogy mire megyünk vele, de azért lehet ilyen számításokat végezni. Nem tartom legfontosabb dolgnak, hogy a költség-haszon elemzést végezzük el ebbe az ügyben. És akkor más kérdésről. Én nagyon fontosnak tartom a stratégia kérdését, milyen tisztelt hölgyek, urak, amelyek megjelenik. És én úgy gondolom, hogy ha ki tudjuk egészíteni a stratégiai céljait a számvőszék elnökének és a számvőszéknek, akkor tegyük meg. Tudnék, a legkorszerűbb eszközök alkalmazása fontos számomra, nyitottnak kell lenni az újra, sőt a fiatalokra, és a legjobb szakemberekre van szükség. Hölgyek, urak, nem lehet tizedrangú emberekkel föltölteni az intézményt, hát ők szakembereket fognak elnézni. Én ezért nagyon fontosnak tartom azokat, amelyeket a stratégián megfogalmaztak, és én támogatom is. Közérdek kérdéséről hadd mondjak egy pár szót. Szóval ma a közérdek első számú feltétele, a demokrácia alappillére, a közpénzek átláthatósága. És ez nem olyanféle deklaráció csak, én ezt így látom. Lehet vele vitatkozni, de ma Magyarország legsúlyosabb gondja, demokratikus problémája, a közérdek legnagyobb problémája a közpénzügyek átláthatósága és elfolyása. Megállapítások tekintetében. Szóval amikor egy vizsgálat elkészül, egy ellenőrzés elkészül, akkor megállapítások vannak. Nyilvánvaló, hogy meg kell állapítani, és ebben sarkalom, és szeretném kérni az elnök urat, és az állami számvőszéket is, állapítsák meg a felelősséget. Legyenek részben a következmények megvalósulásában, hogy legyen következménye, és szolgálja az ellenőrzésük mindenkor a prevenciót, a jövőt. Én úgy gondolom, hogy kemény, ahogy szokták mondani, extra hard vizsgálatokat szeretnénk látni önöktől és hallani, ugyanis ma erre van szükség. Ugyanis a közpénzügyek területén az elszemtelenedés állapota állt elő, ugyanis a példa arról szólt, hogy lop mindenki, hát lopjak én is. Ez nem mehet tovább, hölgyek urak. És nem mehet következmények nélküli megállapítások sem. Legyünk azon, hogy az állami számvőszék, amikor megállapít valamit, mi is tegyük meg a szükséges intézkedéseket.
Én tényleg úgy gondolom, hogy Vágó képviselőtársam törvényjavaslatok kapcsán mindenre ugyanaz jut eszébe. Hölgyek, urak, én úgy gondolom, hogy talán legyünk palérzottak. Szóval szakmapolitikai kérdéseket ne akarjunk a számvészékkel egy jelentésben sem, jelentésnél sem megkövetelni. Energetikai, környezetvédelmi, sok egyéb mást. Tudni, ez nem az ő feladatuk, vannak szakmapolitikák, vannak szakmai bizottságok, tegyék meg a saját munkájukat is. Szóval én úgy gondolom, hogy ha mindennek van egy helye, mindent a maga helyre teszünk, rendesz ebbe az országba. Még egyszer mondom, mindennek egy helye, mindent a maga helyére. Ott próbáljunk rendet teremteni, mert a rend nagyon fontos. Így van ez a korrupció ügyével is, ezt csak egy szervezetnek a fő feladatává tenni, nem helyes dolog. A korrupcióval szemben mindenkinek a sarkára kell állnia, és meg kell tenni mindent. Nyilvánvaló, hogy jó szándék nyilvánul meg mindenki, vagy még többet szeretne a számvészék nyakába, vagy a felelősségébe tenni, de hát ez nem vezet, milyen tisztelt hölgyém, sehova sem, mert ha minden fontos, akkor semmi sem fontos, szoktuk mondani. Ha mindenki felelős, akkor valójában senki sem felelős. Mindenki a saját posztján és a saját munkáján legyen felelős, de konkrétan kell megmondanunk, hogy ki miért felelős. A parlamentnek van különleges státusza. A parlament minden társadalmi jelenségért, minden ügyért felelős, mint törvényhozó, azért, mert ő hozza a törvényeket. Tehát bármi gond van, és ezt elismerem, minden kormánypárti parlament felelős volt eddig, és szeretném, ha felelős lenne ezután is, azért, ami az országban folyik, mert neki van csak egy ilyen kivételezett felelőssége, de hál' Istennek van segítünk. E felelősségünk megvalósításában, aki elnőrzi azokat a feladatokat, ez pedig a legfontosabb ügyekben az állami számvőszék. A jelenleg elhangzott hozzászólások sok esetben a közpénzügyek állapotának kritikája. Ez nagyon helyes, hogy szóba hozták, és én magam is támogatom, de azt, hogy a közpénzügyek állapotáért felelősíteni a számvőszéket, aki ennek elnőrzi kell csak, és milyen körülmények között, ez így nem etikus és nem helyes. Nem az ÁSZ felelőssége, hanem kormányoké, és mint elmondtam, azt hiszem következik belőle, hogy kormányok mellett a parlamenté, a pénzügyi közállapotokról a felelősség, nekünk kell válni, vagy azoknak, akik ezt vállalták. Én nem válom másokét, de magamét igen. Hadd mondjak el a saját praxisomból két mondatot még. Hölgyek, urak, egy település is úgy lehet vezetni, ha az embernek nincsenek külön érdekei. Most én nem nyilatkoztam, csak elmondom axiomaként. Igyekszem megtenni mindent, hogy minden állampolgár abban a kisvárosban, ahol élek, ott minden pénzügyi kérdésben informált legyen. Még egy 4 éves ciklusról is pontosan elszámolunk, ha érdekel valakit, szívesen átadom. Ezeket a gyakorlatokat, amelyekben az állampolgárokat bevonjuk a közpénzek elszámolásába, ezt elnök úr kérem segítse, és nagyon jónak tartom a 2010 évi gyakorlatában, a kevés időben is, azt, hogy az önkormányzati vezetőkkel a jó tapasztalatokat megosztotta. Elnök úr, köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy szólhattam. Köszönöm szépen, képviselő. Csak bízom abban, hogy a szerencsém úgy hozza, hogy a következő évi, meg az azt következő évi ÁSZ jelentéssel kapcsolatos vitát is én vezethettem majd, amikor ön hozzászól. Mostani mondatait majd visszaidézem akkor is magamba. Következik, hogyha nézem a frakciók váltakozását, akkor Szilágyi Péter. Bocsánat, 2 perces is van közben. Elnézést, Péter. Szilágyi Volner képviselő úr, Jobbik. 2 perces. Köszönöm szépen, elnök úr. Babák képviselő társa, szavaira szeretnék reagálni, hogy miért is nem nyújtunk be, vagy nem nyújtottunk be a gazdasági bizottságból módosító javaslatot ehhez a törvényhez. Képviselő úr, rögtön az első módosító javaslat, ami egyébként 107 darab volt összesen a gazdasági bizottság előtt, ez egy olyan súlyos szakmai tévedést próbált korrigálni, mint a nemzeti vagyon fogalma. A nemzeti vagyonba ugyanis a mi magánvagyonunk is bele illik és bele tartozik. Hát ennek az állami számvevőszék próbálná ellátni legalábbis a törvényi szöveg szerint az ellenőrzését. Hát én kérem, hogy ne tegye. Azt igyekszem majd én ellenőrizni a saját magánvagyonomat, mint ahogy ön is megpróbálja a sajátját. Ha az APEC kíváncsi arra, hogy milyen módon történik a vagyonosodás, milyen módon jutunk jövedelemhez, akkor pedig ő ellenőriz minket, nem az állami számvevőszék. Ez egy olyan fogalmi zavar volt, amit a törvényalkotó, azaz ismeretlen személy vagy személyek, akik ezt a szöveget leírták, nem volt vele tisztában, és ilyen módon gyakorlatilag szerepeltetett a szövegben. Akkor, amikor azt láttuk, hogy hasonló szakmai baklövésektől hemzseg
ez a javaslat, akkor úgy döntöttünk, hogy egyszerűen van olyan javaslat, amihez nem érdemes egyszerűen módosító javaslatot hozzáfűzni, mert ha lenne a hivatalos előterjesztőkben megfelelő szakmai alázat, akkor ezt a javaslatot visszavonnák és csinálnának egy újat helyette. És hogy mi az, amit mi párbeszéd címszó alatt